lázadás szikra a szélben, de olyan szikra, amely a lőport keresi. Ez azért egy jó mondat, nem? Hát évig soha nem került elő, csak most ez a nemzet sportolójával összefoglalva, hogy hát ilyen lázados vagyok, és hogy mindig valami. Addig úgy nekem ez így soha nem rakódott össze, nem jutott az eszembe. Szuper szüleim voltak, de ilyen konzervatívak, hogy a lányi a házi munka. Szóval ebből az egészből lett az a lázadás, hogy annak ellenére, hogy egy dagad gyerek voltam, mindenáron akartam menekülni itthonról. Mert ha azt mondtam, hogy elmegyek földrajzszakörre, akkor jó, akkor nem vagyok itthon, nem kell dolgozni. Vagy elmegyek sportolni. Én 60-ban kezdtem el versenyezni, alig volt női versenyző, és életem első versenyén harmadik lettem, dobogon álltam, nagyon büszke voltam. Senki nem tudta, hogy nem volt negyedik, mert csak hárman indultunk. Tehát azt is mondhattam volna, hogy utolsó, de hát ugye lettem volna, tehát han. És nem nagyon volt nő, és akkor úgy hamar kiderült, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy futsz, és közben tájékozódsz, és gyorsabban futsz, és gyorsabban kell tájékozódni, és akkor rögtön az elején már elvittek külföldi versenyre 64-ben, két év múlva, amikor bizony nem mindig tudtam a nehezebb domborzatot olvasni, pláne futás közben, de Magyarországon ez nem probléma, mert nagyon sok a síkrajz. És akkor elvittek külföldre, és láttam, hogy minden menő skandináv, csinos, szőke, és jól futnak. Hát mondom, szőkenek eredetileg is szőke voltam, mondom, kicsit le kell még fogyni, jól futni. És abban is mázlim volt, hogy elsőként kezdtük itt Magyarországon akkor a fiúkkal, a Skerlesi Vál meg a Sömvicki Gyuri, hogy atlétikusan edzünk, nem csak terepen futunk, hanem rendesen pályán, vagy abszolút, hát az Ivánnal itt a Majorba futottunk 100x100 méter közte, 1 perc könnyű pihenő, oda-vissza, oda-vissza. Olyan mázlim volt, hogy abból az 53-ban 4x1500 világcsúcsot futókból a Béres Ernőbá, aki még most is él 94 évesen, volt edzőm egy darabig a Beacban, edzett a pályán, tehát megtudtam, hogy milyen egy rohadt intervallumos edzés. Utána volt edzőm ebből a világcsúszott futóból a Garai Sanyi bátyja, aki közben a MASZ-nak is volt az elnöke, ő sajnos már nem él, és volt még a Sanyibá előtt a Rózsavölgyi. Mindegyik edző más volt, és én mindegyiktől tudtam egy picit lopni, mindegyiktől tanultam sok mindent. Akkor most direkt pont megnéztem, hogy tájfutásban összesen 3 mesteredző van, de én voltam az első mesteredző tájfutásban. Ez egy skandináv sport, tehát azért volt ez is egy nagy szó, hogy na végre nem norvég, svéd, finn. Én Csehszlovákiában nyertem, akkor még 72-ben Csehszlovákia volt, egész fönn a NDK határ alatt, a homokköveken Staré Splaviban, és ennek az volt a nehézsége, hogy itt is először volt olyan verseny bedobva, nem hogy a VB-n, én életemben nem futottam ilyenen, ahol vannak a homokkövek, gyönyörű kirándulni, de a térképen ilyen fekete pamacsokkal vannak ábrázolva, és gyakorlatilag látod a fekete pamacs alapformáját, hogy milyen vagy mekkora, de azt nem látod, hogy 3 méter, 13 vagy 30 méter magas. De azt még hagyj fejezem be, hogy a Béres Ernő, a Garai Sanyi bácsi és a Rózsavölgyi Pista, és a negyedik volt az Iharosna, ő nem volt edzőm. Tehát 3 ilyen nagy ember, és akitől végül a legtöbbet tanultam, és a leghosszabban volt edzőm, az a Simon Dénes, aki Athénban volt Európa-bajnokságon 6. maratonén. És ő már akkor segített nekem a végén, aztán nagyon sokat, még amikor kitaláltam, hogy maratont futok. A fiúk mondták, hogy mennek a Csepel maratonra, ami a nagy fémművek kapuja elől indult, és ment ki a temető mellett Tökölre, ahol van a volt akkor a szovjet repülőtér, azt megkerülte, és ugyanezen az úton jött vissza. Mondtak a rendezők, hogy hát ilyen nőszerű voltam, hogy nem indulhatok. De mondom, hogy hagyj menjek már majd, ha nem bírom, akkor kiállok. De úgy is tudtam, hogy nem föladni nem adunk versenyt, semmilyen versenyt. Erre, hogy nincs rajtszámom.
És akkor rögtön a fiú, nem jött el egy honvédos, megkaptam az egyik fiú rajtszámát, föltettem, és utána már fizikailag nem bántottak, csak ahogy futottunk kifelé, hogy álljon ki, ez a nő álljon ki, saci, attól függ, aki ismert az icsalitot, és azt a fiút kizárjuk, aki melletted út. És akkor minden fiúnak mondtam, hogy gyerekek, menjetek, nehogy nektek baj legyen belőle. És jöttünk visszafelé, és ugyanezek a rendezők, akik az első 21-en ki akartak zárni, mindegyik biztatott, mert látták, hogy nem kell itt maradniuk sötétedésig, mert előbb be fogok jönni, tényleg jó idővel úgy néz ki. És nyilván lassultam a végre, de épp, hogy x másodperccel, valahány másodperccel, 3 órán belül beértem. Atlantában úgy kaptuk a rajtszámokat, hogy az addigi legjobb időnk szerint nekem 13-as volt a rajtszámom. Nem vagyok babonás, mondom, ha 10-be kerülök, akkor ez már jó, mert milyen jó, hát 6-ba, akkor meg még jobb. És akkor elindult egy boly, aztán a boly mindig kisebb lett, egy baromi meleg jött be erre a napra, addig nem volt ilyen meleg, és ez engem nem zavart ráadásul. Úgyhogy a végén már 30 után 3-an voltunk, az amerikai, a német csaj meg én, és mentünk együtt 3-an, és mondom, hát már dobogom leszek, már 3-ba leszek, ha bírom végig, és úgy. Ami a probléma volt, hogy szinte mindenkit vagy az edzőjébe elhívtak, vagy jött az edzője, mert ki tudták fizetni a pénzt. Nekem akkor már Simon Dénás volt, ő készített a maratonra, de hát meghívni nem hívták meg, pénze meg se nekem, se neki nem volt arra, hogy kifizessünk egy Budapest-Atlanta utat, nem tudom milyen szállodában, és egyedül voltam. És a végén 40 után az amerikai csaj elkezdett menni. És ha akkor rám szól az edző, ott a Simon Dénás azt mondja, mész vele, mert ő látja a mozgásomat. Szóval mész vele, akkor elmentem volna vele, akkor nem tudom mi a vége. De így mondom, 3-ban már benne vagyok, elmegyek, és akkor még jobban, na náhogy nem voltam már friss és fit. És mondom, itt a német még, hát maximum más. Szóval itt nem voltam elég lázadó, mert azt féltettem, hogy van egy tuti helyem a dobogón, de ha elmegyek és valamiért teljesen meghalok, akkor kiesem, vagy megállok, vagy olyan izomgörcsöt kapok, hogy még 10 megelőznek. És maradtam a némettel, és aztán őt leelőztem simán. Az először olyan egyértelmű, hogy az ember beteg, és akkor fölébred egy hét után a kómából, akkor megtudja, hogy uram, atyám, 36 kiló az 54-ből, egy lába teljesen nem mozog, egy csisze teját nem bír el a keze, nagyon lassan beszélek, írni nem tudtam. Röviden összefoglalva azért kiderült előbb-utóbb, hogy elkezdett mozogni valahogy a lábam, járókedettel alig tudtam vonszolódni, de vonszolódtam, aztán 2 bottal, aztán 1 bottal, aztán bot nélkül, aztán nem értem át a zebrán, a zöldön, ahol hát azért röhely, hogy az ember fut maratonon 4 perceseket, 42 darabot, most meg a zebrán nem ér át, amíg zöld nem, vagy piros lesz közben, de akkor végül elmentem a Bódossy Mihály idegorvoshoz Pécsre, és bedugott ebbe a tepsisbe, és mondta a végén, hogy papírom is van róla, hogy Csarolta maga nem hülyebb, mint volt, úgyhogy ezt mondta, csak idősödik, de a jobb lába soha nem lesz már futóláb, és soha nem lesz élsportoló, tehát azt vegye tudomásul. És akkor a Pécs-Budapest távot végigsírtam, és mondom, akkor most jön a újra tervezés, mint a GPS-nél, hogy most mit csináljunk. Nekem abban mázlém volt, hogy a tájfutásban segített a Skerlet Iván, és azt mondta, hogy legyél szövetségi kapitány. Sok pénz nincs érted, de csinálj valamit. És valahogy abban mázlém volt, hogy a nő létemre elfogadott szinte mindenütt férfi edző van, ahol a válogatottak voltak, elfogadtak az edzők is, elkezdődött az a munka, és bejött a Futapest klub, ahol én voltam a kezdőknek az edzője. És aztán innen kerültünk később a Budapest Sportirodához, ahogy ott is kezdődtek az edzéstervek, hogy oké, akkor most nulláról egyre lépni, meg kell tanítanom az embereket. És közben aztán 90-ben, amikor a szövetségi kapitányságot abba hagytam, ehhez jött, hogy találkoztam a dr. Makara Péterrel, aki az akkori Nemzeti Egészség Nevelési Intézet megbízott igazgatója volt. Azt mondja, Saci, hát már magaddal úgy se tudsz, nem vagy élsportoló. Nem akarsz 10 millió embert rábeszélni arra, hogy mozogjon? De nem mondom, de hogy nem. Úgyhogy akkor
Akkor kerültem oda az életmódosztályra, enyém volt a kalória egyensúlyból a mozgás. És tényleg ebben az ügyben rengeteget dolgoztunk, de volt munkahelyi része, volt nők, akik a család egészséges életmód karmesterei, de volt a Budapest Sportiroda, aki azzal, hogy használt, azzal, hogy nem azt mondta, hogy sánta disznó, mit akarsz te itt, meg úgyis ő sportoló volt, tudja, hogy nem ért hozzá. Tehát elkezdtek használni, és amikor először jött ez a Balaton körbefutás, és mondta Árpád, hogy van egy női jelentkező, de kér edzéstervet. És mondom, hát ilyet még nem írtam, de most akkor nekilátok. És valamennyire összeszedtem, nyilván most már egész másképp megy. Sokszor az amatőrök nem hiszik el, hogy nem kell minden edzésen maratont futni ahhoz, 42 kilométert, hogy lefussa a maratont. Szóval azt mondjuk, hogy az első maratonhoz az is elég, ha a maraton előtt egy hónappal, három héttel fut egyszer egy 30-ast. De az fontos, hogy minden edzés hetén minimum meglegyen az átlagban a 45 kilométer összesen. Tehát ez nagy különbség, és rengeteg mindenki tudja, és elhitték, és edzettek, és lefutották, és ez tulajdonképpen nekem egy nagyon nagy élmény volt, és abban, amiben még úttörő voltam, ezt vissza kell venni, hogy a menőkoromban van ez a svéd ötnapos verseny az O-ringen, amit soha nem nyert, nem skandináv, én 76-ban, ez 65-től ment az O-ringen, és 76-ban voltam első, előtte már kétszer voltam második, és ez olyan, hogy 5 napig futsz, és nem lehet egy rossz eredményt kiejteni, és szóval egy nagyon nehéz dolog, és szerintem szakmailag egy ilyen svéd 5 napos győzelem többet ér, mint egy világbajnokság, de ezt azért mondom, mert azok az ellenfelek szinte mind ott vannak, akik a világbajnokságon. Azóta se volt különben sok nem skandináv győzelem ott. Amikor hazajöttem Svédországban, ugyanígy csak a Lidingö Löpetről láttam, hogy az 50 menő csajt kergeti 5000 háziasszony. Ilyen akkor még itthon nem volt, ez 72. Hát mondom, milyen jó vali, hogy nem csak 50-en vagyunk, hanem utánunk még bejön 5000 háziasszony. És akkor ezt leírták az Esti Hírlapba, és fölhívott a László György a rádióból, és mondta, hogy akar velem találkozni. És megcsináltuk az első rádió futó-kocogó versenyt. Tehát ehhez is van egy morzsányi közöm. Akkor Mártával, dr. Miltényi Mártával megírtuk az első ilyen amatőröknek szóló futókönyvet 90-ben. Most már Alma nem jó, de akkor az nagy segítség volt kellett. Hát abban egy nagyobb morzsámban tulajdonképp. És akkor jött a Pászti Ági az Avontól, hogy az Avon ad pénzt, és a megyeszékhelyeken csináljunk női klubokat. Akkor indult be az új munkám nemrég itt a Nemzeti Egészség Nevelési, akkor még ez volt a neve, intézetben. És mondom, jó vagy, családnő, azt teszik a család, amit mi főzünk. Annyit mozog a család, amit mi dirigálunk hátulról ügyesen. Tehát akkor megalakítottuk ezekből a klubokból, a mai napig is van egy-kettő, ahol jó volt a karmester, és megmaradtak. De például kint láttam, hogy a Svédországban női futóversenyen elől mennek, akik igazoltan nagyon jó futók, tehát az élsportolók. És utána volt, mert összesen 7 futam volt, tehát utána volt 5 futam, 10 percenként, neked magadnak kellett úgy nevezni, hogy körülbelül mennyit futsz, és azt szerint tettek bele a csoportba, és a legvége volt a gyalogló. És mondom az Árpádnak, hogy csináljunk mi is így gyaloglót. Ugyan nem, hát az nem sport, csak futóverseny. Szóval sokáig ellenkezett, és egyszer csak azt mondta az Árpád, oké, lesz egy gyalogló futam a végén, szóval akik a végén mennek. És akkor nevis csajokat megdomáltam, ők is örültek, hogy nem futni, de gyalogolni jöttek. Szóval ez is egy nagyon nagy ugrás volt, hogy elértük, hogy a nők gyalogolhattak ezen a versenyen. A lázadásomon a korona most az, hogy maguk az olimpiai bajnokok beválasztottak egy olyan nem olimpiai bajnok sportolót, akinek van azért egy élsport múltja is, szerintem nem is akármilyen, de hát én csináltam, akkor nagyképűnek tudok, tehát van egy élsportolói múltam, és utána végig a főmunkáim mellett mindig próbáltam, hogy gyerekek, itt vagyunk 10 millióan, csináljunk valamit, és ugye ez megy most még, hogy a nyugdíjasokat, tehát az idősek tanácsának tagja vagyok, mit csináljunk, itt is kéne valamit lázadni, hogy csináljunk valamit, ne csak ott üljünk, mint az okos tojások körbe az asztalnál, és akkor mondtam, hogy csináljunk a településeken ingyenes nyugdíjas gyaloglóklubokat. Hát mondom, van 3300 település, akkor 1000 lesz hamar. Na, itt tévedtem.
Szóval könnyű volt a nőket elhívni edzeni, könnyű volt a gyaloglásra, a futásba, könnyebb volt a hosszú távra rábeszélni őket, ami most nagyon nehéz, azt a nyugdíjast, aki 20-30-40 éve nem mozgott sportosan, nem ad magára, és most 2 év után van körülbelül 100-nál valamennyivel több klub, ami nagyon kevés, és én most arra szoktam kérni a jó Istent, hogy addig még hagyjon itt, amíg nem lesz több száz vagy 1000 klub, és akkor tényleg befejeztem.